Az ezred múltja gyakorlatilag a mai nappal befejeződik, illetve pontosan így fogalmaznék, hogy a 89. Szolnok vegyes szállító repülőezred története a mai nappal befejeződik, hiszen úgy terveztük, hogy a légierő napjához is kötődően fogjuk megünnepelni az alakulat fennállásának 20. éves évfordulóját, illetve a jogelőd önálló szállító repülő század létrejöttének 30. évfordulóját. És miközben ünnepelünk, egyúttal a 89-es fejezetet le is zárjuk a légierő történetében, vagyis ma beszélünk utoljára a 89-es ezredről. Felidézzük meghívott volt kollégáinkkal együtt nek az elmúlt 20-30 évnek a emlékezetes pillanatait, a helytállást, a feladat végrehajtást. Ezt meg is ünnepeljük, és a holnapi naptól már a jövőre gondolunk, és a 86-os Szolnok helikopterezredről fogunk beszélni, és a jövendő feladatokra fogunk koncentrálni. Egy teljesen új alakulat fog létrejönni. A 89-es ezred, mint ahogy a nevében is viselte, vegyes szállító repülőezred. A vegyes a különböző típusokra utal. Tehát az ezred rendelkezett helikopterekkel, szállító repülőgépekkel, kiképző repülőgépekkel. Ennek megfelelően rendkívül szerteágazó volt az a feladatrendszer is, amelyet az alakulat végrehajtott és teljesített. Az új alakulat csak helikoptertechnikával fog rendelkezni, ennek megfelelően módosul a feladatrendszer is, illetve egyértelműen a helikopterekkel, harci helikopterekkel, szállító helikopterekkel végrehajtható feladatokat fogjuk végrehajtani. Gyakorlatilag a Szentkirály szabadja és a szolnoki repülőezredből alapvetően áll fel az új alakulat. Más szárazföldi alakulatoktól is jönnek hozzánk kollégák, de a meghatározó ez a két elem. A helikoptertechnika létszáma az jelentősen csökken. Ez ismert, a sajtóban is megjelent. Itt ennek megfelelően a hajózóállomány létszáma is csökken, mintegy 60%-kal a korábbi állapothoz képest. Ennyi technikára van szükség a döntés értelmében, és az ehhez szükséges hajózó létszám marad rendszerben, illetve szolgál a továbbiakban. A Mi-24-es harci helikoptereknél egyértelműen a voltbakonyos pilóták adják a gerincét, a szállító helikopter zászlajnál pedig a szállító létszámarányokat is figyelembe alakult ki az új összetétel. Szentkirályszabadjai pilóták közül elég sokan úgy döntöttek, hogy nem vállalják a szolgált teljesítést szolnoki repülőtéren, de a szolnoki pilóták közül is elég sokan választották, hozták meg azt a döntést, hogy nem szolgálnak tovább, illetve az említett létszámleépítés, ahogy már mondtam is korábban, meghatározta, tehát ez a 60%-os, közel 60%-os létszámcsökkentés, hogy ennyivel kevesebb pilóta repül tovább, katonai pilóta, helikopter pilóta. Tervezett a Mi-24-es és a Mi-17-es helikopterek modernizációja, ezzel megteremtendő a teljes hadműveleti harci alkalmazási képességet. Nagy javítás is vár ennek eredében, tehát nagy javítás keretében fog megtörténni, illetve a Mi-8-as helikoptertechnika, ahogy az ünnepségen is elhangzott, 35 évvel ezelőtt állt rendszerben, a üzemben tarthatóságának a végét járja, hogy így fogalmazzak, gyakorlatilag 2006-2007-től a meglévő Mi-8-as helikopterek szépen ki fognak kopni a rendszerből. Tervezetten a helyükre valami más
szükséges lesz, és valamilyen más szállítóhelikopter technika fog kerülni. Ennek az előkészítési, tervezési folyamata megkezdődött. Az átszervezés eredményeképpen a Szentgyörgyi Dezső repülőbázis állományába fognak átkerülni a szállító repülőgépek és a kiképző repülőgépek is. A szállító repülőgépek azok fizikailag is elkerülnek a szolnoki repülőtérről, Kecskeméten fognak települni, onnan hagyják végre a továbbiakban a feladataikat. A kiképző repülő század szervezetileg, ahogy említettem, a kecskeméti repülőbázishoz tartozik, viszont változatlanul itt fog repülni Szolnokon, hiszen a katonai alapképzés, illetve az utánpótlás nevelés ehhez a laktanyához, ehhez a repülőtérhez kötődik. Az oktatási infrastruktúra itt létezik, ennek megfelelően volt ez a döntés, hogy célszerűen itt kell, hogy maradjon ez a kiképző repülőszázad.